Még zárva a kaptár, a méhek 12 Celsius fok alatt nem repülnek ki, bent körülbelül 25-35 fokos melegben vészelik át a téli időszakot. A hideg hónapokban fürtalakban húzódnak a kaptár belsejébe, hogy hőszigetelő réteget képezzenek. Ha halk és egyenletes a kaptár belsejében a zúgás, akkor minden rendben van az állománnyal, ha hangosak, akkor valami zavarja őket, ha pedig teljesen néma, akkor a méhek elpusztultak. Itt Domrádon ez az Országos Magyar Méhész Egyesület egyik bemutató telephelye, ahol fekvő és rakodó kaptárrendszert is használnak a szakemberek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még két másik telephelyen összesen 300 családdal méhészkednek. A méhek számára jobb volt, hogy télen folyamatosan hideg volt az évelei hónapokban, nem pedig hideg és meleg időszakok váltották egymást. Ami esetleg itt a tél folyamán gondot okozott, november közepétől mondhatjuk február legvégéig vagy március elejéig nem volt kirepülése a méheknek, ezáltal nem tudtak ürítkezni, a elfogyasztott méznek a salakanyagja a belükbe felhalmozódott, és egyes helyeken belső ürítkezések alakultak ki a kaptárba. Ez nozémához, azaz a méhek súlyos gyomorvészéhez vezethet, ami a család pusztulását is okozhatja. A másik problémát a nem megfelelő őszi atkaírtás jelenti, így több méhészetben az állomány akár 70-80%-a is elpusztult. A termés átlag a vándorlásoktól is függ, itt a domrádi méhészetben átlagosan évente 40-70 hordó mézet készítenek, egy-egy hordóban körülbelül 170 kg van. Itt mindössze 3 család pusztult el a tél folyamán, így 142 méh családdal várják a tavaszt. Az első virágport, vagy nektárt és virágportadó növényekre tudunk vándorolni. Akinek van lehetőség a telephely szempontjából, hogy átéri telephelyen van, annak fűzre nem kell, hogy vándoroljon. Itt a vándorlási lehetőségünk a gyümölcsösre való vándorlások, és majd utána a repce. Megyénk területén nagyon kevés mennyiségű repce található, úgyhogy más megyékben van lehetőségünk elvándorolni, de még ennek az ideje majd április közepe fele lesz. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ártéri telephelyek vannak, így itt főleg a vadvirágok tudnak lehetőséget biztosítani a méhek fejlődésének. Egy méh egy átlagos napon akár 4-5 kiló hektárt is behordhat. Általában a kaptártól számított 3 kilométeres körben gyűjtik be ezeket. A méhészek már megfigyelték, hogy a térségben tavasszal hidegen van, mint a Dunántúlon, és később érkezik a jó idő, így a méheknek rövidebb idejük van felkészülni a nektárgyűjtésre.